Jó estét kívánok! Egy új szak indul a következő tanévtől a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán. Erről lesz szó a mai esti mérlekben. A stúdióban köszöntöm Péti Márton szakfelelős oktatót és Teveli Horváth Dorottya másodéves hallgatót. A mai téma tehát az, hogy a regionális és környezeti gazdaság szak indul a következő tanévben. Most már egyre nagyobb a kínálat Fehérváron is, nem csak országosan. Miért van szükség ennek a szaknak az elindítására? Biztos adódott egy igényre. Igen, határozottan úgy gondoljuk, hogy ezt az egyébként Budapesten már több éve létező és két éve nagyon erőteljesen megújított szakot le kell hozni Fehérvárra is. Úgy általában megfogalmazhatnám úgy is, hogy minden nagyobb városnak Magyarországon illene, hogy rendelkezzen egy ilyen képzéssel, ami olyan szakembereket képez, akik ismerik a helyi viszonyokat, a helyi fejlesztési szereplőket, akár helyi környezeti állapotot, sajátos környezeti tényezőket, és így tudnak fejlesztéseket generálni akár a vállalatok számára, akár az önkormányzatok számára. És Fehérvár ilyen tekintetben egy mintapéldája lehet ennek a kezdeményezésünknek, hogy valósítsuk meg ezeket a képzéseket Budapesten kívül is. Magyarra lefordítva ez pontosan mit jelent? Hogy mi az, amit tanulhatnak itt majd a leendő diákok, és milyen diplomát fognak a kezükben tartani, ha végeznek, mi mindent tudnak majd kezdeni vele? Hát igen, lehet, hogy avval érdemes itt kezdeni akkor a választ, hogy ez a képzés, ez talán a legizgalmasabb közgazdaságtudományi képzés, ami elérhető most Magyarországon, mert a közgazdaságtannak a alternatív megközelítéseire és a határterületre helyezi a fókuszt. Például a földrajzi információknak a szerepére a gazdálkodásban, akár legyen az vállalati gazdálkodás, vagy az ország, vagy egy település gazdálkodása, de ugyanígy a környezeti tényezők fontosságára is. Na most innentől kezdve azok számára érdekes leginkább talán ez a kérdés, akik érdeklődnek a közgazdaságtudomány iránt, de a számok világán túl azért sok minden más is érdekli őket, és egészen aktuális és közérdeklődésre számottartó témákra gondolok itt, hogy egy közösség, egy település közössége, vagy egy ország közössége hogyan tervezze meg a jövőjét, hogyan használja fel a fejlesztési erőforrásait, a pénzeit, vagy például egy vállalat, vagy akár megint csak egy település, vagy az ország, az energia gazdálkodását, a hulladék gazdálkodását hogy tudja úgy szervezni, hogy hatékonyabban működjön, minél inkább kímélje a környezetet, hogy tud legjobban alkalmazkodni a környezeti szabályozókhoz, a környezetvédelmi előírásokhoz. Egyébként nagyon egyszerűen is fogalmazhatok, hogyha valakit érdekel a földrajz és a környezetvédelem, akkor az biztos megtalálja a számításait nálunk. És praktikusan pedig azt kell látni, hogy ha valaki egy piacképes munkaerőpiacon jól érvényesítő diplomát akar szerezni, akkor ez biztosra az, hiszen a Corvinus gazdaságtudományi, közgazdasági képzései azok elég magasan értékeltek a hazai munkaerőpiacon. Ugye most már jó néhány éves tapasztalat van a hátuk mögött, és ugye Budapesten már azért ennek jó nagy múltja is van. Milyen tapasztalatok vannak oktatói részről? Azt látjuk, hogy sikerült magasan a legnépszerűbb képzőhelyé válnunk ennek a szaknak a tekintetében, és annak köszönhető, hogy egy ilyen gyakorlatorientált és hallgatóközpontú képzést valósítottunk meg. Egyrészt az intézetünket, ezt úgy hívják, hogy egyszerűen csak geointézetként szoktuk mondani, mert meglehetősen hosszú neve van. A lényeg az, hogy olyan szakembergárdával dolgozunk, akik maguk is kipróbálták magukat a gyakorlati életben, magas vezető pozíciókban is akár, vagy akár még ezt művelik is, a fejlesztéspolitika, a környezeti tervezés témakörében. De hívunk meg külső előadókat is bőven, nagyon sokszor tartunk órákat külső helyszíneken, intézményi látogatások keretében. A kiterjedt kapcsolati hálótnak köszönhetően elhelyezzük a hallgatóinkat szakmai gyakorlati helyeken, cégeknél és önkormányzatoknál, minisztériumoknál, és sőt, elmúlt tanévtől kezdődően már külföldön is sikerült ilyen szakmai gyakorlati együttműködéseket megvalósítanunk. Terepgyakorlatra visszük a hallgatóinkat, szintén az elmúlt tanévtől már külföldre is tudjuk vinni őket, és ami még fontos, hogy ilyen oktatásmódszertani küldetésünk is van, tehát hogy a Harvard Egyetemen kifejlesztett legújabb ilyen úgynevezett tükrözött osztályterem módszertant alkalmazunk több kurzusunkban is, ami eltér a hagyományos frontális oktatástól, egy nagyobb interaktivitást feltételez, hallgatói bevonást, és hát ez is azt szolgálja, hogy a gyakorlati ismereteket könnyebben megszerezzék a hallgatók.
Ez egy kicsit úgy hangzik, mint a duális képzés. Igen, ez hivatalosan nem duális a mi szakunk, de tulajdonképpen teljes mértékben valljuk ezt a filozófiát. Úgy is alakítjuk ki általában a tanóra beosztást. Itt Fehérváron az még inkább így fog érvényesülni, mert levelező munkarendben indítjuk a képzésünket, hogy lehetővé váljon az, hogy a hallgatók a képzés mellett munkát is tudjanak vállalni, és szakmai tapasztalatot tudjanak szerezni. Na, itt van velünk Dorottya is, aki be tud számolni, ugye most már másodéves hallgató az egyetemen, és hát ezen a szakon tanul. Milyen tapasztalatai vannak? Miért érdemes egyébként ezt a szakot választani? Igen, én az ELTN humánökológia mesterszak mellett választottam ezt a képzést. Elsősorban azért, mert szerettem volna a gyakorlati tapasztalatokat szerezni, gyakorlati tudást, és nagyon pozitívan tapasztaltam azt, hogy nagyon sok szakmai gyakorlat, munkalehetőség adódik a tanáraink, tényleg maximálisan bevonnak minket az ő tevékenységükbe is. Annyival egészíteném ki még Péti tanár úrnak a beszámolóját, hogy a szak gyakorlatilag két részből áll, a regionális és a környezeti gazdaságtan részből, tehát itt mindenki maga válogathatja azt, hogy milyen irányba szeretne, tehát inkább egy regionális fejlesztés, területfejlesztés irányba, vagy inkább a környezetpolitika iránt érdeklődik, és azt szerint választhatja ki a szabadon választható kurzusokat. A gyakorlatban hogy néz ki egyébként ez? Ugye gyakorlati része is van, és hát vannak ugye, amikor vannak olyan napok, amikor meg kell lenni az iskolában előadásokat hallgatni. Én személy szerint úgy osztom be az időmet, hogy félállásban dolgozom egy kutatásban, amit nagyon szeretek. Az önkormányzati bevonással kapcsolatban kutatunk vidéki és budapesti, vidéki településeket és budapesti kerületeket, és emellett pedig járok az órákra, csináljuk a csoportmunkákat, és hát közben most így már a mesterszak második évében a szakdolgozatomhoz gyűjtöm az anyagokat. Azért akkor ez jobban megkönnyítheti az önhelyzetét is, hogyha mellette dolgozni is tud. Ugye itt Fehérváron nagy hangsúlyt fektetünk arra, tényleg, ahogy az előbb beszéltünk a duális képzésről, hogy legyen egy gyakorlati hely, tanulják meg a hallgatók azt, hogy gyakorlatban mit jelent az, amiről előadásokat hallgatnak, és hát nyilván akkor az egyetemi hallgatóknak is könnyebb lehet az élete, hogyha már pénzt is tudnak keresni mellette. Megtapasztalatot, tudást így lehet igazán szerezni, igen. Igen. Az egyetemen egyébként milyen a diák élet, hallgatói élet? Én nekem nagyon pozitív élmény volt így megismerni a szaktársakat. Alapvetően jól érzem magam, és jó csapatokat alkotunk, de az tény, hogy mivel nem minden nap vagyunk benne az egyetemen, hanem mindenki közben csinálja így mesterszakosként már a saját munkáját, életét, ezért ez egy félig kollegiális kapcsolat. Ugye mi itt Fehérváron a városvezetéssel és hát az intézményekkel együtt azt próbáljuk kommunikálni nagyon sokszor, hogy a fehérvári fiataloknak Fehérváron van a helye. És hát ugye nyilván ez is egy újabb remek lehetőség arra, hogy a jövőben a most érettségiző diákok, hallgatók esetleg, vagy már ezen átesettek dolgozók esetleg a levelező szakon igénybe vegyék ezt a szakot, hiszen ugye nem kell elmenniük más városba, nem kell elutazni, nem kell elköltözni, kollégistának lenni, és sorolhatnám, azért jóval megkönnyíti a helyzetet. Igen, ezzel csak egyetérteni tudok. Az a helyzet, hogy ráadásul Fehérvár ez egy különleges hely, tehát egy nagyon prosperáló város a Magyarországnak. Én magam egyébként veszprémi vagyok, tehát kötődöm a térséghez elég erősen, ismerem is a társadalmi-gazdasági viszonyokat, és látom, hogy itt nagyon sok olyan jelenség van. Gondolhatok itt például erről a nagyon erős és progresszív ipari teljesítményre, ami itt kibontakozott az elmúlt évtizedekben, és most is ez tart még, vagy akár az ezzel kapcsolatos erős munkahiány, ami sajátos megoldásokat igényel. És pont ezért gondoljuk azt, hogyha egy ilyen képzést meghonosítunk itt, ezt bizony máshogy fogjuk csinálni, mint Budapesten, pont azért, mert itt mások a fejlesztési szereplők, más a gazdasági szerkezet, a gazdasági szereplők, gazdálkodó szervezeteknek az egymással való kapcsolata. Ezekkel nekünk mind kapcsolatba kell kerülnünk, már most is szerencsére vannak olyan kutatásaink, amit együtt folytatunk ezekkel a partnerekkel, itt a fehérvári kampuszon. Ismerjük a közeget jól, és a hallgatóinkat is ebbe kell bevezetni. És így lehet leginkább itt maradni, itt tervezni egy életpályát, egy karriert, hogyha az ember így szocializálódik már ebbe a viszonyrendszerbe az egyetemi tanulmánya alatt is, és ezt itt kapja meg helyben. Viszont diákként ez fordítva is működik.
Számomra, ami Fehérvár szempontjából fontos, hogy tehát amit én az egyetemen is tanultam, amit a kutatások, terepgyakorlatok során is tanultam, az, hogy a helyi viszonyok ismerete, a helyi vállalkozók, civilek, a helyi önkormányzat működése, ez egy olyan tudás, egy olyan ismeretkör, ami nagyon-nagyon fontos. Szerintem fel fog értékelődni a helyi gazdaság és a helyi önkormányzatok szerepe, főleg egy ilyen jól, gazdasági szempontból is jól teljesítő város esetében, mint Székesfehérvár, úgyhogy azt gondolom, hogy diákként ilyen szempontból érdemes közelíteni. Ejtsünk akkor szót konkrétan is a szakról. Ugye következő tanévben indul, levelező szakon, mit lehet még róla tudni? Hogyan lehet bekerülni, mennyire nehéz? A szakunk egyébként, ahogy Dorottya is utalt rá, tehát egy nagyon jó társaság, hallgatói társaság jön össze minden évfolyamon, és szerintem ez nem lesz más, hogy itt Fehérváron sem. Tehát ez egy jó csapat, de nem azt jelenti, hogy nagyon nehéz lenne bekerülni, mert általában azt látni kell, hogy Magyarországon a mesterszakos felvételi rendszerek azok nem arról szólnak, hogy nagyon erősen válogassanak, hanem inkább ráérezzünk arra, hogy tényleg érdeklődik-e az illető a képzés tárgya iránt, és erről szól a felvételi is leginkább, egy ilyen jellegű elbeszélgetés jelenti a legjelentősebb részét. Erre január 3-án kerülne majd sor. A jelentkezési határidő az most van, november 15-én, tehát ez nagyon aktuális. Erről sajnos nem lehet, vagy erről le lehet maradni, de nem érdemes, mert ezt nem lehet már pótolni. A felvi.hu-n keresztül kell intézni. Ami még talán említésre méltó, hogy itt van ebben a most induló keresztévfolyamos képzésben, itt Fehérváron egy olyan lehetőség, hogy az MNB ösztöndíjat biztosít a hallgatóknak, ami azt jelenti, hogy az önköltség összegét is elérheti ez az ösztöndíj, így nagyon előnyös körülmények között lehet elvégezni ezt a szakot. Ebből is látszik, hogy az MNB ebbe fantáziát látott, egyébként ez azért van, mert az MNB a Magyar Nemzeti Bankra gondolok itt, és a Corvinus Egyetem között létezik egy megállapodás, mert látja az MNB, hogy megfelel ez annak a küldetésének ez a szak, hogy szeretné megújítani a hazai közgazdászképzést, és hát mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ezzel a lehetőséggel próbáljon élni, mert ez most biztos rendelkezésre áll. Ma egyébként egy Corvinusos diploma mit ér? Hát ez talán leginkább az elhelyezkedési lehetőségekkel lehet legjobban lemérni, és azzal, hogy milyen történetekkel találkozunk így a hallgatóink, végzett hallgatóink körébe. Tulajdonképpen semmilyen gondot nem okoz most a mai magyar munkaerőpiacon ezzel való elhelyezkedés, és látni kell, hogy mi a hallgatóinkkal elképesztően sokszínű munkakörben találkozunk. Nyilván mindenhol, ahol kell közgazdaságtani, gazdaságtani végzettség, találkozhatunk vele, mert ez a szak ilyen diplomát ad. És hozzá kell tennem itt, hogy nem csak közgazdasági és gazdaságtudományi alapképzettséggel várunk hallgatókat, hanem itt most lehetőség nyílik más alapszakon végzett kollégák számára is az, hogy megszerezzék a közgazdaságtani végzettséget egy ilyen izgalmas képzés keretében. Arról érdemes talán említést tenni még, hogy itt önkormányzatoknál, önkormányzati kommunális cégeknél, önkormányzati cégeknél, de ugyanúgy vállalatoknál, nagy vállalatoknak például a társadalmi felelősségvállalási részlegein lehet ezzel a képzettséggel elhelyezkedni, számos munkakör áll rendelkezésre. Nem csak egyébként helyi viszonylatokba kell gondolkodni. A fejlesztéspolitikai intézményrendszer, ami pár éve most a minisztériumokhoz rendelten működik, ez egy több ezer fős állomány, és ott nagyon szívesen látják a végzettjeinket. De büszkék vagyunk arra, hogy az Európai Uniós intézményrendszerben is számos egykori hallgatónk dolgozik, az Európai Bizottság apparátusában, az Európai Parlamentnél, vagy a Régiók Bizottságánál. Tehát hát ez bizony, ez európai szinten is egy versenyképes képzés, én ezt bizton merem állítani tapasztalatok alapján. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak és meséltek nekünk a szakról, és hát reméljük, hogy minél többen fognak jelentkezni. Önöknek is mondom, hogy még nem késő, hiszen ahogy hallották, november 15-ig még lehet jelentkezni a Corvinus Egyetem újabb szakára. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!